Szavaznak a képviselők, március 11-én több mint 20 pontot tárgyalt a paksi városvezetés. Az ülésen ezúttal is részt vett Barnabás István, a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselője. Ekkor még nem tudták a teremben ülők, hogy a városvezetés tagja napokkal ezelőtt a koronavírus gócpontjának számító Olaszországban járt. Élettársa is vele utazott. Az erről szóló facebookos bejegyzés alapján március 7-én jártak Nápolyban, de útjukról hazatérve senkinek sem szóltak. A város polgármestere szerint ez a viselkedés nem engedhető meg. Az operatív törzs azt a határozatot hozta, hogy amennyiben valaki Olaszországból érkezik haza, vagy a közelmúltban Olaszország, Kína vagy Irán területén tartózkodott, kötelező jelleggel vonuljon karanténba 14 napra. Hangsúlyozom, kötelező jelleggel. Képviselő úr ezen a képviselőtestületi ülésen sem jelezte felém, hogy ő Olaszországban járt, és neki karanténba kellene vonulnia. Tehát nem tette meg, én azt gondolom, az elvárható magatartást, amit ilyenkor tanúsítani kell. Az ülés utáni sajtótájékoztatón is részt vett a PDF képviselője, a város vezetése állásfoglalást kért az ügy miatt a megyei kormányhivataltól. A hivatal válasza szerint március 12-e óta a Barnabás István képviselő által tanúsított magatartás szankcionálható. Szabó Péter közölte, válságstáb alakul, az ügyel ezentúl kiemelten foglalkozik a város főjegyzője, a katasztrófavédelem helyi képviselője, a rendőrkapitányság, valamint a gyógyászati központ vezetője és a Paksi Atomerőmű biztonsági igazgatója. Közös intézkedéseket fogunk, mert kell hoznunk, annak érdekében, hogy egy esetleges fertőződés esetén mik a teendők. Szabó Péter Paks polgármestere szerint Barnabás Istvánnak távoznia kell a közéletből. Felszólítom Barnabás István képviselő urat arra, hogy mondjon le képviselői mandátumáról. Ez a hozzáállás ugyanis elfogadhatatlan, ez a viselkedés elfogadhatatlan. Mit várhatunk el egy paksi állampolgártól együttműködés tekintetében, ha a városatyák, a képviselőtestület tagjai nem tartják be szigorúan nem csak a törvényt, hanem a morális, elvárható emberi felelősségtudatos viselkedést városunkban. A gyógyászati központ vezetője szerint egyelőre nem tudni, hogy fertőző lehet-e a PDF-es képviselő, aki vele érintkezett, annak az ajánlás szerint otthon kellene maradnia. Lehet tünetmentes hordozó is. A kérdésre nagyon nehéz egyértelmű választ adni, illetve ha szabályok szerint járunk el, a vészhelyzetet figyelembe véve, illetve a jelenlegi ajánlásokat figyelembe véve, akkor a kontakt személy 14 napos határideig mindenki, aki érintkezett, aznak önkéntes karanténba kellene vonulnia. Paks polgármestere szerint a PDF képviselője felelőtlenül viselkedett, magatartásával kockáztatta a város lakóinak egészségét. Szabó Péter azt kérte a testület azon tagjaitól, akik jelen voltak a legutóbbi ülésen, lehetőség szerint vonuljanak önkéntes karanténba. Kerestük Barnabás Istvánt is, de nem értük el. A közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint a vírus gócpontjától távol volt, utazása előtt tájékozódott, és mindenhol azt találta, hogy Nápoly nem fertőzött. Mint írja, berendezkedett a még 6 napig tartó otthoni életre.